A nevem Sorella. Hallasz engem? Nők és gyerekek meg a lázba, megsemmisítve. Egy fénykép, ami egy bűncselekmény elkövetése előtt készült. Kérlek, ne hagyj egyedül. 11 éves koromban imádtam a képregényeket. Akkor bevagoníroztak minket. A kavasutasok kiabáltak, hogy szökjenek meg magukat a halálba viszont. Amikor a nagyanyám a múltjáról mesélt, azt mindig így képzeltem el. A koncentrációs tábort és az éhezést. I have many questions. Look at the photograph very careful. The one that has driven everything. Egy éjjel egy lettországi fényképet találtam, amin 4 zsidó nő és egy gyerek áll egymás mellett, pillanatokkal a kivégzésük előtt. A kislány, akinek az arcát nem látni, a 10 éves Sorella Epstein. Elkezdtem dolgozni egy rövid filmen, amellyel elmesélhetném az utolsó napjukat. A diákjaimat is bevontam, hogy egy 360 fokos kamera segítségével közösen próbáljuk meg rekonstruálni a nők utolsó óráit. Hát oda is vissza! We all had to go down and we all had to get undressed. So did you watch these other people? Yes, sure, I watched them. Some cry, some were hysterical. Wow, it's amazing witnessing that. Unforgettable. Kérlek, soha ne felejtsetek el benne.